A nívós eseményen azok munkáját ismerik el, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az elmúlt időszakban Dombóváron. Pintér Szilárd polgármester beszédében úgy fogalmazott, az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a tehetségek gondozásában. Én azt gondolom, ez minden évben a legnagyobb kihívás a képviselőtestület számára, hiszen kiváló jelölések érkeznek. Mindenki tudja már Dombaváron, hogy januártól lehet jelölni a mindenféle díjakra, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy minden kategóriával átlépte a tizete jelölteknek a száma. Képviselőtestületnek mindig nagyon nehéz helyzetben van, hiszen ezt már a tévében is hagyományosan szoktuk látni, hogy a zsűri mindig nehéz helyzetben van, mindig próbáljuk a lehető legjobbat. Természetesen a civileknél, illetve a sportszervezeteknél a sport tanács és a civil tanács véleményét minden esetben kikérjük, ez alapvetően az ifjúsági díjaknál okoz nekünk kellemes segítséget. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédében kihangsúlyozta, a hagyományai és történelme alapján Dombóvár a Dél-Dunántúl egyik legjelentősebb települése. 154 évvel ezelőtt már egyszer átlépte azt a küszöböt, amely a pusztán a hagyományból élő mezővárosok vagy települések kategóriáját jelentette, hiszen amikor ideért a vasút, a kor űrhajózása, megjelentek Dombóváron a vasutasok, a kor űrhajósai, akkor egy olyan ambíciózus közösségé is tudott válni, amely nem csak az akkori ma, de még a mai holnap hőseiből adódó közösséget is hozta létre. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a közösség számára fontos a város fejlődése. Dombóvár az elmúlt 54 évben bizonyította azt, hogy valóban megfelelt a városi oklevélnek, és azoknak az elvárásoknak, és azoknak is, akik bíztak benne, hogy ezt be tudja teljesíteni. Az elmúlt években én úgy gondolom, hogy az az irány, ami a 10-es években jellemezte Dombóvárt, hogy mindenkivel szembe megyünk, békétlenség van, széthúzás van a városban, ez 19-től 24-ig megszűnt, és végre azt lehet látni, hogy egy közösségben gondolkoznak az itt élő emberek, büszkén vállalják azt, hogy dombováriak, és valóban mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a város egyre lendületesebben, ütemesebben tudjon fejlődni. Ivanics Antal díjban részesült Kovács Elemér, a helyi gazdaság életében betöltött szerepe, valamint a betongyártás és az építőipari alapanyagok forgalmazása terén végzett kiemelkedő munkájáért. Nagy megtiszteltetés a polgármester úrtól és a képviselőtestület, hogy 30 éves munkánkat ilyen szép díjjal megjutalmaztak bennünket, mindkettőnket. A Dombóvár elismert közössége díjat az úszósport érdekében hozott áldozatos munkájáért, valamint az utánpótlás nevelésben végzett eredményes tevékenysége megbecsüléseként Dombóvári Sportiskola Egyesület vezetője Fehérvári Levente vehette át. Az idei esztendőben a Pro Opido Dombóvár díszpolgári címet dr. Havasi Dezső kapta meg.